Nagyon nagy szeretettel köszöntöm a kedves nézőket. Önök VNTV Tivonatúra televíziót láthatnak, és más hangszeretett társalgás adássorozatunkban. Nagy szeretettel kis Ádámot köszöntöm a stúdióban. Én is köszöntök mindenkit. Nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadtad a meghívást. Ádám a Spirituális Fejlődésért Egyesület ügyvezetője, és ez nagyon érdekes, hogy valami olyan különleges feladatot és szerepet töltötök be itt a spirituális téren belül, ami szerintem nagyon fontos. De nem erről szeretnék veled elsősorban beszélni, hanem arról, hogy igazából ti a fiatalsággal foglalkoztok. És akkor legyen ez a kiinduló pontja a beszélgetésünknek, hogy azért ugye a fiatalok a jövőnk, és hogy gondolkodol te, hogy látod a fiatalokat ebben a mai modern 21. században, mind önmegvalósulás, mind lehetőségek, mind önmagunk szabad felvállalása és a jövőnk záloga. Én azt látom egyébként, hogy meglepően tudatosak például a mai 21-22 évesek. Tehát azt gondolnánk, hogy ugye sokkal kevesebbek a személyes emberi interakciók, mindenkiben van a közösségi médiában, TikTokot pörget, ilyesmi, de valahogy mégis, nem tudom, ez így kialakul, hogy tudatosabbak az életükre, a saját mentális egészségükre, életmódjukra, stb. Aztán lehet, hogy csak én találkozok. Igen, olyanokkal, az a kérdésem, hogy vajon te miért ilyeneket vonzol be? Lehet, hogy pont ezeken a programjainkon hasonló emberekkel találkozok, úgyhogy, de legalábbis nekem ez a tapasztalatom. Mennyien vannak ők egyébként? Tehát, hogy sok, ez egy tömeg, egy olyan számottevő része a fiatalságnak, akik akár már spirituális érdeklődéssel is rendelkeznek, vagy pedig egy letisztultabb, lenyugodottabb, már egyfajta valamint túllevő réteg lehet. Tényleg az csak a személyes véleményed érdekel. Tehát, hogy itt tömegek várnak-e arra esetleg a fiatalok között, akik azt várják, hogy valaki megszólítsa őket végre, kicsit el vannak veszve, egy pici iránymutatásra várnak, vagy pedig nagyon is tudatosak már, de igazából ezt a tudatosságot nem tudják még a mostani világ kamatoztatni. Szerintem nagyon sokan foglalkoznak saját magukkal, megkeresik az olyan lehetőségeket, ahol amiken keresztül meg tudják oldani a saját problémáikat. Nagyon sok mindent kapunk szerintem a fölöttünk lévő generációktól, nagyszülőktől, szülőktől még, és ugye én úgy gondolom, hogy így nekik nem az volt még a dolguk, hogy ezekkel foglalkozzanak, hanem ugye a nagyszüleinknek még túlélni, a szüleinknek az új környezethez alkalmazkodni, megteremteni nekünk a lehetőséget, és nekünk már az, hogy a sok mindent, ami még így lerakódott, azt helyre tegyük, és már a saját életünkben máshogy éljünk, meg ne adjuk ezt tovább, hanem már tisztább dolgokat adjunk tovább. A spirituális világ is egy ilyen nagyon nagy tér most már, és ugye ti azt vállaljátok fel, hogy ebben segítetek eligazodni. De mi a te történeted? Mi szülte? Mi kell? Mi hozta életre ezt az egész elképzelést? Nekem egyszerűen a kíváncsiság. Én a tudományos világból jövök egyébként, így rákutatással foglalkoztam, meg ilyesmi, és nagyon szeretek így több mindenben tájékozott lenni így a világban, egy kicsit mindenbe így belekóstolni, és akkor itt volt egy olyan terület, amin azt láttam, hogy nehéz úgy megismerni, hogy csak utána olvasok a dolgoknak meg minden, hanem ide egyszerűen bele kell csöppenni, beszélgetni az emberekkel, meg kell tapasztalni, és akkor lehet itt lépkedni ebben a világban. És ahogy elkezdtem, elég izgalmas dolgok történtek, úgyhogy itt azóta is ez érdekel. A másik szempont meg ugye maga a közösség, tehát nagyon-nagyon jellemző ez a nyitottság, elfogadás, ugye ezek ilyen alapértékek az egyesületen belül is, és nagyon jó egy ilyen közegben lenni, és egy ilyen közösséghez tartozni. Ti most egy ilyen speciális, úgymond a többi spirituális közösség mellett vagytok egymás, egy
akár hanyadik közösség, vagy pedig nektek van egyfajta olyan koordinációs szerepetek is, amikor a különböző közösségeket hozzátok össze. Igen, ez az utóbbi. Tehát, hogy alapvetően ennek az egyesületnek a célja, hogy Magyarországon mindenkit, minden olyan kezdeményezést, vagy mindenkinek a munkáját támogassa, aki egyrészt segítő szándékú, másrészt tényleg azon dolgozik, hogy a lelki és szellemi fejlődését segítse az embereknek, vagy úgymond a spirituális fejlődését. Mi az a hozzáadott érték, ami bekerül így a spirituális rendszerbe ezáltal? Tehát nagyobb biztonságot élnek meg esetleg az emberek, vagy kapcsolatokat közvetítetek, úgymond. Te hogy érzed? Miért jó hozzátok tartozni, szerinted? Hát a szolgáltatók egyrészt ugye elkezdtünk építeni egy ilyen szakmai közösséget. Ugye a csoportban ott lassan 500-an vannak már, meg rendszeresen vannak szakmai találkozók is. És nagyon, nagyon élvezik az emberek az a tapasztalat, mert hogy ugye nem, azt látják, hogy amit úgy éreztek, hogy egyedül csinálnak eddig, találkoznak másokkal, akik nagyon hasonló dolgon dolgoznak, és egymást tudják inspirálni, össze dolgozások jönnek létre, közös események, ilyesmi. Tehát abszolút ilyen jó dolgok tudnak ebből kisülni. Tehát egy picit összefogjuk azokat az erőket, amik amúgy is egy irányba dolgoznak, és így együtt könnyebb. Illetve próbálunk mindenféle lehetőséget, tehát például itt Budapesten van egy helyszínünk, ugye a Szelenics Spirituális Központ, ahol ugye ingyen biztosítunk termet azoknak a programoknak, amik segítenek az embereknek. Tehát például a meditációk, hangtávfürdők, szabadtánc, stb. És ugyanez most épült fel a vidéki központunk, ez fél órára van Budapesten, ez a Teli Hold Gyurta és Rendezvényközpont, ahol pedig ugye a hétvégi elvonulások, meg a vidéki programoknak adunk egy teret, meg egy helyszínt. Menjünk vissza a fiatalokhoz, mert kicsit beléd folytottam a szót, elnézést kérek érte. Nézzük egy picit meg, hogy élnek ma a fiatalok, mennyire veszélyes ez a digitális tér, ami mögé azért jól el lehet bújni, tehát én létrehozok egy kis avatárt, az ott eldübörög, akár egy YouTube film hozza nekem mondjuk a bevételt, én eljátszok a nézők kedvéért mondjuk egy szerepet, és igazából van egy ilyen digitális avatárom, aki mondjuk a képernyőkön szerepel, a TikTokon szerepel, akárhol szerepel, de van a lényeg, és még a lényegen belül is még több lényeg, ők hogyan élik meg ezt? Tehát ők megjelent egy természetes vágy a fiatalokban arra, hogy azért ezt az igazi, valódi énjüket, önmagukat is megéljék, akár egy ilyen biztonságos keretek között, mondjuk így nálatok, a rendezvényeiteken? Hát azért egészen más élőben találkozni, közösségben, tehát az adja azt az igazán feltöltő, meg jó érzést, hogy az ember valahova tartozik. De egyébként visszatérve a korábbi kérdésedre, hogy viszonyulnak ma a fiatalok például a spiritualitáshoz. Ugye azért tud a mi egyesületünk is, meg mindenki, aki ehhez kapcsolódik, egyfajta ilyen alternatívát nyújtani a korábbi, például a régi történelmi vallásokhoz, meg egyházakhoz képest, mert, és ezt teljes tisztelettel mondom, mert hogy én is azért 18 éven keresztül jártam katolikus oktatási intézményben, meg nagyon sokat kaptam, de hogy a mai fiatalok sokkal jobban szeretik eldönteni saját maguk, hogy mit engednek be az életükbe, és mi az, ami számukra ugye értéket jelent. És a hagyományos egyházak pedig kész csomagokat adnak. Tehát ugye megmondják, hogy hogyan kell élnünk az életünket, milyen szabály szerint, miben kell élnünk, stb. És a mai fiatalok, vagy hát általában nem csak a fiatal korosztály már, jobban azt nézik, hogy nekik mi az, ami ad. És ezért például ugye a Szelenit központban is ugye azért van ilyen sok-sokféle program, nagyjából 70-80 program van egy hónapban, és ugye cél volt, hogy minél változatosabbak legyenek ezek. Tehát valakinek ez jön be, valakinek az jön be, valaki ahhoz az előadóhoz tud kapcsolni, vele tud együtt rezegni, valaki a másikhoz. Nagyjából hasonlókat mondunk, de nincs olyan tett ilyen
közös dogmatikus szemléletmód vagy bármi, hanem ugye itt van egy tere annak, hogy mindenki mondhatja a saját elképzeléseit, hitét, és taníthatjuk egymást, és beszélgethetünk. Tehát nincsen meghatározva és rögzítve ezek a dolgok. Tehát ez nem egyfajta iskola, ahol valaki bemegy így, és akkor végigkövetitek a fejlődése útját, és akkor egy spirituális diplomával, elnézést kérek, de van ilyen is. Lehet, tehát, hogy aki előadóként, programtartóként ezt csinálja, az egyesület igazából csak támogatja, tehát központi szinten nincsen meghatározott eszmerendszer, de igazából mindenkit segítünk és támogatunk, aki ezzel foglalkozik. Milyen kérésekkel fordulnak hozzátok? Tehát van-e ilyen is, hogy mit tudom, én szeretnék elmenni az Everness Fesztiválra, de nem tudom mondjuk kifizetni a helyet, vagy szeretnék elindulni, hát, elindítani valamit, tehát ilyenekbe is tudtok együttműködni esetleg. Igen, ugye itt két célcsoport is van igazából, mind a kettőt igyekszünk monitorozni. Az egyik maguk az emberek, akiknek ugye adjuk a programokat, a lehetőségeket, a mindenféle közösségi élményeket, igen, köszönöm. A másik meg maguk a programtartók, szolgáltatók, ugye jellemző, hogy ők nem csak programokat tartanak, vagy rendezvényeket, hanem még egyéni foglalkozási kezeléseik is vannak, de ugye mi abban próbálunk nekik segíteni, hogy minél nagyobb teret, nyilvánosságot kapjanak, tehát hogyha őket ugye akár az eseményeken, programokon keresztül megismerik az emberek, és szimpatikus nekik, akkor utána onnan tudnak elmenni hozzájuk az egyéni folyamatokra. És igen, próbáljuk az elmúlt egy-két év tapasztalatai alapján is azt nézni, hogy mi az, ami nekik például tud segíteni, és akkor ezért lett ugye ez a fizikai hely Budapesten, mert azt láttuk, hogy az nagyon nagy segítség nekik, ha van egy hely, ahol tudják a programokat tartani. De igen, amit említettél, például az Everness Fesztiválon is egyedül nem biztos, vagy nem valószínű, hogy tudnának menni, ki tudnának fizetni annyi pénzt ugye a helyért, meg ilyesmi, de így az egyesület támogatásával összefogva most is indul 3-4 olyan sátor, így az egyesület támogatásával, ahol tudnak a kisebb programtartók, szolgáltatók is programokat tartani. Az Everness nem úgy így jelentkezni kell, vagy ez hogy működik, vagy ez ilyen meghívásos alapon működik, vagy is? Attól nem függ, tehát van olyan, hogy az Evernessnek a szervező csapata hív meg előadókat, de igazából így mi ugye, mivel külön sátrakat állítunk, rajtunk keresztül szinte mindenki, aki jelentkezett, tudott programot tartani. Milyen korosztály fordul meg ott nálatok? Most gondolok arra, hogy az én kislányom az 17 éves, és mondjuk azt mondaná, hogy ide járogat hozzátok, hogy nyugodtak lehetnek-e a szülők, illetve szerinted a spirituális világnak milyen veszélyei vannak, amire érdemes odafigyelni mind fiatalként, mind mondjuk szülőként, aki észreveszi, hogy valahova tartozik a gyermekkel, valahova eljárogat, nem tudom, mi történik ott vele, stb. Egy picit menjünk bele a veszélyekbe, jó, ha egyet értesz ezzel. Hát egyrészt szeretettel várjuk a szülőket is, tehát hogyha szeretnék megnézni, akkor jöjjenek el ők is ugye a programokra. Másrészt sokkal lazábban érdemes ezeket elképzelni, kifejezetten a közösségi programjainkat. Ugye ezek szolmány események néven futnak a közösségi programok, így lehet megtalálni például Facebookon is. Sokkal inkább arról szól, hogy egyszerűen ismerkedünk, kapcsolódunk, mint hogy most nagyon behúznánk valamibe az embert. Tehát ez sokkal lazább. Most nem is igazából így rátok gondolok, hanem hogy úgy általában, tehát azért aki csak úgy kallódik, és elmegy különböző szertartásokra, különböző szereket, tudatállapotokat, bármit, adott esetben a fiatalok között is azért van depressziós állapot, vannak túlterhelt, túlhajszolt idegrendszerű fiatalok, akik mondjuk akár a telefonon keresztül, az internet használaton, játékokon keresztül feszítik túl magukat, terhelik túl magukat, és ugye nekik meg jól esne valami lelazulás, tehát ténylegesen azért most nem a parti drogokra gondolok, hanem a spirituális drogokra gondolok, amik úgy érzem, hogy attól, hogy spirituális fejlődést ígérnek, szinte legálisnak tűnnek lassan már, csak azért, mert mondjuk természetes szerekről van szó. Gondoltok-e ti ilyen dolgokra is? Hát nyilván maga az egyesület ugye a legális dolgokkal foglalkozik.
És, de ilyenek vannak egyébként, hogy rapé szertartás, meg ilyesmi, ugye ki lehet próbálni. Ugye a rapé az például dohány alapú, tehát ugye a legális dolgokkal foglalkozunk alapvetően, de nyilván ennek vannak veszélyei, de fontos azt azért kitenni, hogy ez maga az egyeset, amikkel foglalkozunk, ugye ez nem egy természetgyógyászati irány, vagy nem egy gyógyító irány. Tehát inkább a korábbi amikor ugye régen az emberek eljártak templomba, ugye imádkoztak, stb. Egyfajta egyházi vagy vallási rendszerben voltak. Ez ugye, amiket elmondtam, valószínűleg olyan okok miatt, meg egyéb okok miatt is, ugye egyre kevésbé népszerűbbek. Viszont, amit én vettem észre, hogy ugye a lelki és a szellemi dolgokkal való foglalkozás az igényként ugyanúgy megmaradt az emberekben. És ennek kínálunk igazából egy alternatívát. Hát annak vagytok egy ilyen biztonsági kerete, adtok egy ilyen biztonsági területet, ahol ők szabadon megélhetik magukat, vagy akár ezeket a lelki dolgokat. Milyen típusú programok vannak? Egy párat legalább. Mutatod, hogy nagyon sok van, de mik a legnépszerűbbek akkor? Mik a legkelendőbbek? Hát alapvetően a legkelendőbb az a közösségi programok, ahol az emberek eljönnek, és néha teszünk bele valami egyéb kipróbálási lehetőséget, programot. Például múltkor volt páros jóga, és akkor kipróbáljuk, de az a lényeg, hogy bármit csinálunk, utána legyen tér arra, hogy ismerkedjünk, kapcsolódjunk, beszélgessünk. És nagyon-nagyon jó, tényleg nem is tudom, hogy jött össze ez a közeg, hát valahol erre volt egy igényünk, és ezzel rezegtünk, és így jöttek be mások. De tényleg jellemző nagyon az elfogadás, és a nyitottság, egymásra figyelés, stb. És spontán ilyenek alakulnak, például most voltunk ugye a hétvégén Tordason, hogy a Gyúr, tehát most építettük, ugye fel volt egy ilyen rendezvény. Igen, az most épült az elmúlt egy-két hónapban, ilyen közös önkéntes összefogással. És akkor például egy ilyen összejött, hogy körbeálltunk mondjuk ilyen 10-15-en, és akkor mindig egy ember beállt középe, elmondta, hogy mi az, ami most aktuálisan neki a vágya, vagy mihez kér segítséget, és akkor mindenki így rágondolt, szeretettel küldött neki szeretetenergiát, meg a vállára tettük a kezünket, és ilyen fantasztikus élmény volt a legtöbb embernek, valaki elsírja magát, meg ilyesmi. És ezek általában is spontán alakulnak. De amik még ugye népszerűbbek, hát szinte az összes, ugye a meditációk, van, aki ugye Indiában tanult, és ilyen jogikus légzéseket tanít, akkor lemangúria, meg az egyéb ilyen szabadtáncos programok, ahol tényleg nem csak az, hogy simán táncol az ember, hanem azon keresztül is oldódhatnak benne blokkok akár, vagy ugye a program vezető, ahogy mozog az adott illető, már abból megállapíthat nagyon sok mindent, és akkor ezen keresztül segít egy ilyen önismereti folyamaton. De ugyanez nem csak a mozgáson keresztül, hanem hangon keresztül. Van például egy olyan programunk, úgy hívják, hogy az a cím, hogy hangsodrás, ott pedig magán a hang kiadásán keresztül, meg egyáltalán, hogy az ember ő kapcsolódjon a saját hangjával, és ezen keresztül is tud egy csomó mindent magában oldani, meg önismereti folyamaton menni. És akkor ott vannak ugye a meditációk, a hangtárfürdők például eléggé népszerűek, tehát itt nagyon széles az is, hogy valaki tényleg komolyan benne van valami spirituális úton jár, de valaki lehet, hogy csak azért jön el, mert szeretne a napi stresszből egy kicsit lelazulni, és akkor eljön, és ott fekszik egy nagyjából egy órát, és közben átrezegnek ezek a hangok rajta. Van, hogy ugye fekszel, és akkor ráteszik a hangtálakat, és úgy gongatják meg, és a testedet is így átrezegteti. Úgyhogy ilyen nagyon, nagyon változatos, és nagyon élményszerű. Tehát ritka az, amikor kifejezetten előadás van, sokkal jellemzőbb az interakció. Igen, azért most már elég fejnehezek vagyunk így spirituális téren, egy kicsit most már lehet lejjebb lazulni. Igen. És mi az egyesületnek a jövőbeni célja? Milyen vágyaitok vannak nektek maguk? Milyen segítségre szorultok adott esetben a működésetekhez? Hát egyrészt bárki, aki a programokon szeretne részt venni, szeretettel látjuk, és mindenki, aki szeretne akár szolgáltatóként vagy programtartóként kapcsolódni, őket is ugye a szakmai közösségbe szeretettel várjuk.
És lehet, hogy korábban említettem, tényleg ez, hogy Magyarországon egy ilyen összefogó, mindenkit segítő szervezetté válni. Jogilag egyébként vallási közösség, vallási egyesület hivatalosan, mert ugye spiritualitással kapcsolatos programok a fő tevékenység, és ez így a jogi szinten ugye átment így szépen, és ezért tudjuk az adónak az egyházi 1%-át gyűjteni. Tehát ugye az 1+1%-ban a másodikat, innen van pénz egyébként az egyesületnek. Hogyan fogadnak titeket, hogy érzed? Tehát, hogy így stabilak vagytok itt, vagy van rátok igény, van rátok szükség, épültök folyamatosan? Abszolút, nagyon-nagyon dinamikusan, igen. Tehát, hogy egy-két éve, úgyhogy még a semmiből igazából nem egy hosszú történet van mögöttünk, hanem szinte ilyen robbanásszerűen, mert hát annyian kapcsolódnak ide, és akkor ők is. Tehát igazából az a nehéz most, hogy legyen kapacitás mindent feldolgozni. Hogy szólnak, hogy figyusztok, akkor itt például van nem messze Budapesten egy kastély, ha akartok, gyertek ide is programot tartani, és akkor tök jó, és akkor annyi lehetőséget kapunk, hogy igazából ez a nehéz, hogy mindent feldolgozni, meg minden élni, de hát ez a jó, szépen lassan, nem is lassan, hanem gyorsan, hogy épül így a közösség, és igen, ez a cél alapvetően. Ádám, én nagyon sok sikert kívánok nektek a továbbiakhoz. Ki fogjuk írni az elérhetőségeiteket, hogy mindenki tudja, hogy pontosan hol talál meg titeket. És akkor nem tudom, hogy szeretnél-e valamit üzenni a nézőknek, vagy a fiataloknak. Azért egyre fiatalodik nekünk is a közönség, vagy inkább azt mondom, hogy ahogy szélesedik a közönségünk, egyre több a fiatal korosztály is most már. Tehát így azért megvolt ez, hogy azért a spiritualitás, meg ezek a témák például, amik a VNTV-n megjelennek, azért ez egy ilyen jó középkorútól és attól fölfelé volt a jellemző, és most nagyon örülünk neki, hogy a rendezvényeinken is egyre több és több a fiatal. Igen, még ne zárjuk le a beszélgetést, még van egy fontos terület, hogy amikor ugye nagyon sok olyan gyermek van ma már, akik tudatos családban, spirituális családban születnek, már egészen a megtervezésüktől, a fogantatásuktól az egész kis életük már végig van támogatva ezen a téren, hogy ugye vagy egyáltalán ne záródjanak be, mert ugye azért, amikor megszületik egy egészséges gyermek, egy lélek, akkor az nagyon sokáig, ameddig csak lehet nyitva vannak a szárnyai, teljes nyitottsággal van a világban, és utána hogy nem a társadalmi dolgok, ahova születik, azért úgy szép lassan bezáródnak, vagy legalábbis nem bezáródnak, de visszahúzódnak. És azért nagyon sokan vannak most már, akik úgy élhetnek, hogy igenis, biztosítva van számukra az a fajta közeg, az a fajta tér, amit ti is fenntartotok, és megtámogattok, ez akár otthon is megtörténik most már nagyon sok helyen. És ezt hogy látod, ezt a jelenséget? Tehát azért feltételezem, hogy hozzátok sokan mehetnek olyanok, hiszen mondtad, hogy nem feltétlenül gyógyulni terápiás jelleggel, hanem olyan teret tartottok fenn, akik igenis már tudatos családban nevelkednek, tudatosak, és szeretnék megtartani ezt az egészségességet, ezt a teljességet, ezt a teljes életet élő lelkiséget. Hogy látod ezt a részt? Hát abszolút, őket szeretettel várjuk, illetve azokat is, akik mondjuk nem ennyire nyitott családból jönnek. Tehát nagyon sokszor látom, például jönnek a programjainkra olyanok is, akik például nagyon tradicionális, meg hagyománytisztelő családból jönnek, de már nem szeretnék mondjuk azt a vonalat annyira mereven folytatni, amit mondjuk ugye kaptak a családból. Nem szeretnék teljesen szakítani vele, de már ugye feszegetik a határokat. Ugye erre szokták mondani, hogy ők a fekete bárány a családban. És akkor igazából ők is ugye keresik az újabb lehetőségeket, és akkor itt találják meg azt a közeget, ahol ugye meg tudják élni még a hagyományaikat is, de tudnak újabb lehetőséget keresni arra, hogy milyen,
miket kövessenek, vagy milyen életmódot éljenek. Igen, ez talán érdemes lenne valahol majd az embereknek a fejében, lelkében, szívében helyre tenni, hogy a spiritualitás az nem egyfajta, nem tetszik ez a társadalom, nem tetszik ez az élet, és akkor kivonulok, elvonulok, elkülönülök. Hanem vannak inkább... ilyenek is egyébként. Igen. A közösségben egy rész, ez a modern hippi közösség, de azért nem egészen van erről van szó. Hát, hogy azért alapvetően mi is itt úgy éljük ezt meg, hogy ugye van az anyagi világ, ez egy burok. Utána, amikor már ugye az vagy nem annyira jó, vagy már egy elég volt, elítődtél vele, kiismerted, kitanultad, boldogulsz, leomlik egy picit, és benne találod magad egy még nagyobb burokban, amit mondjuk spiritualitásnak, spirituális erőtereknek, kicsit szabadabb dolgoknak élünk meg. Akkor utána, de ide tartozik akár a vallási rész is, maga az isteni tereknek a felismerése, hogy több vagy, mint ez az anyagi rész. Benne vagy egy következő burokban, amit spiritualitásnak hívunk mondjuk, és utána van lehetőség, ugye, amikor ez is már leomlik, és akkor benne találod magad egy még szabadabb, mondjuk egy tudattérben, vagy egy isteni térben. Tehát én inkább ezt így képzelem el, hogy semmiképp nem az történik, hogy most én eddig rajtam volt az a címke, hogy most élek egy ilyen nagyon komoly kutatói feladatban így a világban, utána dobok mindent, és akkor átigazolok egy spiritualitás címkét, magamra ragasztok egy táblácskát. Tehát nem így működik ez. Ez a kiteljesedés, ahogy növekszik, ahogy szabadabbá válik maga ez a lény, aki elkezdi egy ilyen biztonságosabb keretek között, és akkor utána egyébként nem lesz biztonságon kívüli, hanem még nagyobb biztonságot fog tudni adni neki a végén ugye az anyagi terület boldogulásához. Tehát, így hogy van. Ugye valahogy így néz ez ki, hogy így egy csodálatos fejlődésre van lehetőség. És én igen, én magam is foglalkozom ezzel, a kislányom jogázni jár hozzám, tehát, hogy nem feltétlenül foglalkozik ő mereven ezekkel a dolgokkal, hanem úgy kiegészíti egy kicsit, és így egy kicsit elrendezgeti, kicsit harmonizálja az ő kis életét, és azokat a fajta kihívásokat, amiket az anyagi világ tartogat a fiatalok számára, sokkal könnyedebbé, sokkal könnyebben veszi ezeket az akadályokat, és sokkal öntudatosabban, teljességben tudja megélni ezeket már. Igen, egyetértek egyébként. Szerintem ez egy egymásra épülés, tehát kell, hogy legyen egy anyagi biztonság az embernek ahhoz, hogy utána nyugodtan tudjon ugye a lelki-szellemi dolgokkal foglalkozni. Illetve oda-vissza is hathat, hogy nálunk olyan programok is vannak, például, mert többen ezen dolgoznak, hogy abban segítség az embereket, hogy megtalálják azt, ami igazán őket boldoggá teszi az életükben, az igazi élet küldetésüket, mert hogy ma már ugye olyan világban élünk, ahol lehetőségünk van ugye váltani akár, hogy eddig ezt dolgoztuk, de mostantól elkezdtem ezt csinálni, mert most lehet, hogy eddig ez adott az életemnek, az életemhez, de most már valami más foglalkoztat. És ugye segítik őket is ebben a folyamatban, hogy tudjanak váltani. És az ugyanúgy az, hogy megmarad az anyagi biztonságuk, de áthelyezik az életüket egy picit más alapra, ahol még jobban ki tudnak teljesedni. Tehát igen, minden szint fontos szerintem. Ha valamelyik szint kiesik, akkor egy picit hogy instabillá válhat a szerkezet. Ádám, ez egy fontos hiánypótló dolog, amit ti csináltok. Már csak azért is, mert nagyon jó spirituális közösségek vannak, önfenntartó tudatos közösségek, mondjuk hívjuk is így, ne feltétlenül nevezzük spirituálisnak adott esetben, de aki őket is össze tudja egy picit fogni, azért az jó szerintem, mert alapvetően ők nincsenek egymás ellen, ugye, ahogy te is fogalmaztad, hogy azonos irányba haladnak és azonos dolgokkal foglalkoznak, De néha egy kicsit el vannak szigetelődve egymástól. Az megint egy dolog, hogy mondjuk egy ilyen awareness rendezvény megint csak segít össze találkozni a legkülönfélébb közösségeknek, meg tevékenységeknek, élményeknek, stb. És viszont akik kifejezetten azért a fiatalabbakkal foglalkoznak, ez nagyon fontos, és talán ez az egyik legfontosabb a jövőnk szempontjából, hogy ne legyenek ők elhanyagolva, ne legyenek magukra maradva, hogy adott esetben ez a világ még mindig azért nem őrájuk van felépítkezve, tehát nem feltétlenül
feltétel, bár én azért már láttam olyan felvételit, olyan álláshirdetést, ahol ez szempont volt már, hogy az önmagával tisztában legyen, azért egy öntudatosság rendben legyen, és én ezt egy jó iránynak tartom mindenképpen. Uh-huh. Jó, köszönöm szépen. És egyébként még ehhez az összekötéshez az, hogy már idén is több különböző szervezetet, meg egyesületet támogattunk az ő munkásságuknak a teljesítésében. És jövőre pedig ez a cél, hogy kisebb-nagyobb olyan rendezvényeket, ahol többen is ott vannak, tehát több különböző egyesület. Tehát olyas, mint az Everness Fesztivál, csak kisebben is az év során. Tehát nagyjából ilyen nyílt napok, hogy megismerhessék az emberek is a különböző módszereket, lehetőségeket, és ők is ugye egymást. Legyen áldott a tevékenységetek, Ádám. Köszönöm szépen, hogy eljöttél, elmondtál. Mindenkinek javasoljuk, hogy legalább tájékozódjanak a programjaitokat, a lehetőségeiteket illetően, és ha lehet, akkor támogassanak titeket. Köszönöm szépen a lehetőséget, a nézőknek pedig a figyelmet. Nagyon szépen köszönjük önöknek is, kedves nézőink, a megtisztelő figyelmüket. Önök VNTV-t láttak, korábbi adásainkat a VNTV YouTube csatornáján láthatják. Viszontlátásra! Thank you.